We came out slow, two weeks in a row now, and it was kind of the same story as last week. Úgyhogy hasonlóan kezdtünk, mint múlt héten. The difference was this week we was home, so we was able to, you know, our fans, I think all of the controversy that happened early second quarter kind of helped us and rallied us, but sitting here talking to coach, I mean, they just killed us on offensive rebounds. And és a második negyed közjáték az nekünk tett jót, szurkolóink segítségével vissza tudtunk jönni a meccsbe, de ahogy az öltözőben is megbeszéltük, a támadólag a tanúk voltak azok, amik gyakorlatilag kiírtak minket. And they were just focused for 40 minutes and we wasn't. That's the difference. És hát nagyon nagy különbséget jelentett, hogy ők 40 percig koncentrálni tudtak, mi viszont erre nem voltunk képesek. Először is gratulálok az ellenfelünknek, mert azt gondolom megjel nekik. Teljesen megelementen győztek, kontrollálták szinte az egész meccset. Második negyedben volt egy olyan periódusunk, amikor azt valósítottuk meg a különösen védekezésben, amit terveztünk. Megfelelően kontaktban voltunk, akkor rájöztük őket, ők ezt csináltak velünk az első negyedben. Nekünk sem tetszett, nekik sem, de mi ezt nem tudtuk tovább igazából. A második fél időben is följöttünk 10-9-10-11 pontra, de nem volt meg bennünk az átütő. Elsősorban azért, mert rengeteg támadókatonat veszítettünk, és ezekből a második esélyekből, néha harmadik esélyekből is rendre élni tudtak, és át tudtak lépni rajtunk, és el tudtak menni megint. Nem gondolom, hogy le kell hajtanunk a fejünket, de mennyire voltunk képesek. Ez egy jó csapat, ez biztos, nyilván nem véletlenül vezetik a tabellát, ott Európában is jegyzett csapatról van szó. Megpróbáltuk, sok csapat megpróbálta megverni, egy nem sikerült eddig nekünk, sajnos ma nem. De a következő feladatra kell koncentrálnunk, és ebből a meccsből is sok tanulságot levonni és edzeni, mert van sok dolog, amiben javulnunk kell. We got up early in the beginning. We knew that they were going to fight back. This is a tough place to play. Hát jól kezdtük a mérkőzés, de tudtuk, hogy ez Ete keményen fog harcolni, mert az Egerszégi pályán mindig nehéz játszani. We just try to, you know, keep our composure and just try to finish out as hard as we could. So. Szerettük volna a saját játékunkat játszani, és ezért keményen igyekeztünk játszani, és azt hiszem, ezt meg is tudtuk valósítani. First, congratulations to team, congratulations to all the fans for support. Szeretnék csapatomnak és szurkolóinknak is megköszönni a támogatást, illetve csapatomnak gratulálni. I think that we deserve the win. Úgy érzem, hogy megérdemeltük ezt a győzelmet. We start strong and this was our plan. Az volt a tervünk, hogy keményen kezdünk, és ezt meg is tudtuk valósítani. We know, like Ron said, here is not easy to play. Ahogy Ron is említette, itt Zalaegerszegen nem könnyű játszani. Corment and Alba lost, and this was enough for us, that we were enough motivated. Mivel a Corment és az Alba is vereséget szenvedett Zalaegerszegen, ez kellő motivációt adott. And I think that only a few minutes in the last minutes in the second quarter, when we lost the control. És a második negyedben volt egy perc, amikor elveszítettük a kontrollt, de ettől függetlenül tudtuk a meccset a kezünkben tartani. Was well done, especially second half when we controlled this 2-11 and I think that I could be satisfied with this. A többi időszakkal elégedett lettek, különösen a második fél idővel, mert azt gondolom, hogy a kezünkben tartottuk a meccset és megérdemelten nyertünk.